Néked szenteljük ezt a házat, Istenünk. Ezek a szavak hangoztak el a Pécsi Hetennapi Adventista Egyház imaházavató Isten tiszteletén. A gyülekezet elöljáróit a felszentelés fontosságáról és az imaház létrejöttéről kérdeztük. Ön szerint miért fontos a mai nap a Pécsi Hetennapi Adventisták számára? Én azt hiszem, hogy nagyon boldog mindenki, több mint 10 éves folyamat zárult le, és én ezt a 10 évet ismerem, nem úgy, mint pécsi, de gyakran jártam itt, és bizony voltak olyan pillanatok, amikor azt mondták, hogy soha nem érünk a végére. És most itt a vége, egy nagy álom beteljesült, ezt a házat a Jóistennek felszentelte a gyülekezet, és úgy látom, hogy most már boldog. Ön szerint milyen pluszt ad a gyülekezetnek ez, hogy most már fel van szentelve, hiszen eddig is itt működtek, dolgoztak? Hát egyrészt a befejezésnek, a célba érkezésnek a bejelentése, ami körülbelül olyan, mintha valaki egy hegymászó felér a csúcsra, kicsit pihen, és azután azt mondja, igen, itt vagyok. Messzebbre lehet látni az elkötelezettséget, amiért ez a gyülekezet itt van, meg lehet erősíteni, meg lehet újítani. Egy kicsit az építkezés gondjait letenni, elfelejteni, és azt mondani, miért is vagyunk itt. Közösségért, ezért a városért, másokért van egy küldetésünk, és most koncentráljunk arra. Hát egy ilyen startpont ez a mai nap a gyülekezetnek. Reményi Sándor, azt mondják, hogy fény tűntek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség, és benyugtalan vagyok. Benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és endül is. És több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mea culpázba verem mellemet. Azt mondják, aki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot. S én tehetetlen sajgó kínnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Ó barátaim, ha egy fénysugár lelketekig hult át a lelkemen, nem enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem. Ön indított el itt az építkezést, ma volt a felszentelése ennek a kápolnának. Mit jelent önnek ez az egész, hogy ma felszentelték? Életem egyik nagy álma valósult meg, mert a szolgálat során nagyon sok imaházat építettem, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem össze, és nagyon sokszor Isten megáldott, és egy olyan reménység és egy kihívás volt számomra, hogy itt Pécsett is egy megfelelő Istennek szentelt házat építsünk. Milyen emlékei vannak az építkezéssel kapcsolatban? Mit emel neki? Mi a fontosabb állomásai ennek? Hát először is szeretnék hálát adni a Jóistennek, mert mindaz mellett, a sok-sok nehézség, anyagi, erkölcsi nehézségek mellett a Jóisten csodálatosan megáldott bennünket, és hadd mondjam azt, hogy ebben a városban nagyon sok olyan segítséget kaptam vállalkozóktól, emberektől, akik támogatták ezt az építkezést, és még inkább megerősítettek a céljaimban, a szándékomban, hogy igenis, ennek a városnak szüksége van egy ilyen kápolnára. Ön szerint mit jelent a gyülekezetnek, hogy most már felszentelt ez a kápolna? Hát annyit jelent, eddig is tapasztaltuk Isten áldását, de ezzel a felszenteléssel úgymond meghívtuk Istent hivatalosan, átadtuk a rendeltetésének ezt a házat, úgy a betegek, a gyermekek nevelése és a céljának megfelelő, Isten dicsőítésére szenteltük ezt a házat, és ez a ház mától hivatalosan is nyitva áll minden ember előtt, aki elhalad itt, aki elfárad, akinek gondja, nehézsége, bánata vagy öröme van éppen itt, betérhet ebbe a házba, itt találkozhat Istennel, és reménységem szerint őszinte és szerető emberekkel. Mondta ma, hogy a templom felépítése az nem elég, hanem a templom falaink is ki kell lépni. Ezzel mire célzott? Hát az egyházunk
nem csak a belmisszióra, csak a tagok lelki gondozására létezik. Mi szeretnénk szociális és más tevékenységet végezni a városban, elérni az elérhetetlent, megvalósítani azon célokat, amelyről hallottunk is, hogy itt a városban nagy szükség van, szociális téren, nevelés szempontjából. Tehát mi küldetéssel, megbízatással, feladattal állunk itt az Úr előtt. Az a szándékunk, hogy segítsük azokat, akik rá vannak szorulva bármilyen téren a segítségünkre. Mit jelent a hetednapi adventista gyülekezetnek, hogy a mai nap felszentelték ezt a kápolnát? Egyfajta új elhatározást, hiszen a munkánkat és a dolgunkat azt mindig is végeztük, építkezés alatt is, amikor volt imaházunk, amikor nem volt imaházunk, akkor is, de hát ez egy hatalmas ünnep és egy kicsit számbavétele Isten áldásainak. Mi a jövőbeli cél? A célunk az, hogy ez egy olyan ház legyen, ami megtelik csupa olyan tevékenységgel, ami szolgálja az embereket, a várost és a gyülekezetnek a közösségét. Hogyan próbálnak nyitni a pécsi lakosok felé? Hát van az egyháznak és a gyülekezetnek egy meggyőződés, ami az embert egy teljes egészként látja. És hát szolgálunk a lelki jólétnek, az Isten tiszteleteinkkel, a Biblia megismertetésével, de szeretünk annak is szolgálni, hogy az emberek egy kicsit teljesebb életet éljenek az életmódjukban, az étkezésükben, és hát ilyesfajta programokkal szeretnénk szolgálni. Az is felvetődött, hogy egy gyermekintézetet is létrehoznánk itt az épületben, illetve segélyezés is már folyamatban van, egy raktárnak használjuk magát az épületet. Hát bármilyen kreatív ötletre igazából nyitottak vagyunk, amivel úgy gondoljuk, hogy hasznos a lakosságnak is. Hogyan néz ki a felszentelés? Igazán a felszentelés szó azt jelenti, hogy elkülönítünk valamit, félreteszünk Isten szolgálatára. Nyilván a köszönet szavai, a történet, az építés történetének meghallgatása után Isten igéje megszólal, mint mindig máskor, azután egy felszentelési imádság, ahol a gyülekezet is kifejezi a maga elkötelezettségét. Hát kb. Röviden így néz ki ennek a napnak az ünnepi része. Néked szenteljük ezt a házat, Istenünk, mint világító tornyot a városban, és mint az imádság házát népednek. Isten dicsőítésére, a bűnösök megtérésére, Krisztus üzenetének hirdetésére, Isten családjának közösségére, gyermekeink megmentésére, mint Isten lakhelyét, felszenteljük ezt a házat az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.